Zsúfolásig megtelt a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának előadó termek kedden délelőtt. Itt tartották a Talentum tehetséggondozó gyermekvédelem elnevezésű projekt záró konferenciáját. Az egyik megvalósító a Kelet-Magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat volt, amely Debrecenben működik, de 5 megyében lát el nevelőszülőket foglalkoztató tevékenységet. 175 a hálózatukban nevelt és gondozott gyermeket, és 42 mentor tudtak bevonni a projektbe. Elsődlegesen a családokhoz kihelyezett laptopokon keresztül e-learning változatban segítik tulajdonképpen a mentorok ezeknek a gyerekeknek a tehetséggondozását. Ez gyakorlatilag laptopokon keresztül történik jelenleg, amit természetesen szeretnénk a továbbiakban továbbfejleszteni. A cél az érintett gyermekek társadalmi integrációjának, tehetségük kibontakoztatásának, testi és lelki gyógyulásának, személyiségfejlődésének elősegítése volt. Mások mellett kompetenciafejlesztésen, eszközbeszerzésen, tréningeken és műhelymunkákon keresztül. A mintegy 100 millió forintos uniós forrásból megvalósuló projekt régiónkban 4 helyszínt érintett, de az országban máshol is zajlott hasonló tevékenység. Összességében 1,2 milliárd forintos pályázati felhívás volt országszerte, 18 darab pályázati konstrukció, illetve 18 darab támogatási szerződést kötöttünk ennek keretében, és ennek a része ez a nyertes pályázat is, amelynek ma a záró konferenciáját tartottuk. Idehaza 23-24 ezer gyermek részesült gyermekvédelemben. A kormányzati cél, hogy ők elsődlegesen nevelőszülőknél nevelkedjenek. Utóbbiak erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében vezették be 2014-ben a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, 2020-tól pedig egy új konstrukcióban is segítik őket. Egy új családtámogatási forma kerül bevezetésre, az a nevelőszülői gyed, tehát a nevelőszülők az általuk nevelt gyermek után is fognak tudni majd gyedet igényelni, pontosan azért, hogy minél szélesebb legyen mögöttük az az anyagi háló vagy biztonság, ami arra engedi őket, abba engedi őket erőt még kifejteni, hogy a gyermekkel foglalkozzanak és vele törődjenek. Ma Magyarországon egyébként mintegy 5300 nevelőszülő van. Az általuk végzett hivatásra különböző programokkal hívják fel a figyelmet. A cél, hogy hosszabb távon minél családközpontúbbá tegyék a gyermekvédelmet.